Üdvözlök mindenkit az LMV végigjátszásom harmadik részében. Aki itt van velem, LMV. És most a hülyeséget félrerakva, folytassuk a játékot. Én még gyorsan fölkapdossam ezeket, mert még mentés előtt voltam. Vagy még utána voltam, mikor ezeket fel kellett volna venni. És menjünk. Előre szólok. Nyaralás előtt játszottam utoljára. Mit kell figyelni? Apácska. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Nem menjünk csak föl. Sent a shiver down my spine. Hoppá. Ott egy nyilacska. Elég gyorsan kifárad. Van benn valami? Oh. Némi meglepi. Ops! Ó, ez az. Ezeknek sem mindegyikét fogom összegyűjteni szerintem. Csak megyek, mint a világtalan. Mert az jó. Tök jó ez a hely. Nagyon tetszik. Amúgy meg valaki kérdezte tőlem, hogy miért vettem ismét elő ezt az LMV-ket. Nagyon sokszor végigjátszottam, és nagyon-nagyon tetszett, és igazából a Remedy vett rá megint. Ugyanis Szemlék most a 10. születésnapjukon csinált egy kis videót, és ismét kedvet kaptam hozzá. És nem csak ezért, mert ugye már volt ez a bizonyos videó. Jöjjöj! Nem csak emiatt a bizonyos videó miatt, hanem ami érkezik hamarosan. Játék, amiatt is. Hol vagytok? Ne meneküljél! Ne! Na-na-na-na-na-na! Pápá! Tehát az új Quantum Break nevű játék miatt is láttam belőle egy-két előzetest is, iszonyatosan tetszett. Hát nem is ti lennétek, csessze meg. Több mint valószínű, hogy először Xbox-ra fog kijönni, tehát a PC-sek ebből nem sokat fognak látni. Ojaj, van mögöttem is egy mi. Nem, csak hátra nézett. Nagyon jó játék lesz, tipikus olyan LMV-szerű ilyen horroros beütése is lesz, viszont ez egy ilyen fjuk, mondjuk inkább magyarul, inkább ilyen skifi-szerűség, ez sem magyar volt, mindegy. A lényeg, hogy meg lehet benne állítani az időt, illetve magától is megáll a szem, és eszméletlen jól néz ki. Retteltesen jól néz ki, jó lesz az egész, olyan Max Payne feelingje lesz az időlassítással. Persze új grafikával, jó, mondjuk a nézetét már néztem, az nagyon hasonlít az LMV-kére, tehát ez az igazán olyan kontrollerre íródott valami, de már most. Anyátok. Töltsünk is. Lápá. Ennyi. Ez a fegyver jó volt. Egy. Hoho, most vagyunk itt a malomnál. Oda fogunk majd egyszer felmenni. Valamelyik éjszaka. Jó, mondjuk én könnyen spoilerezek, mert én emlékszem az egészre. Nem volt olyan hűderégi emlék. De akkor is annyira jó az a játék, azok a látványvilágok, meg minden. Nekem a bánya az rohadtul tetszett például, ott is vannak ilyen apró érdekességek. Ujj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 
És nem borult el. Azaz. Ezt eddig egyszer tudtam megcsinálni ezen kívül. Na, ez viszont klassz lesz.
Csak már nem emlékszem rá. Az igen. Valami megtámadott, gyerekek. Ó, lőszer. Nem majd kiderül. Ott is beléptem egy ilyenbe. Na na, rám esett. Ej, mi? Már csak 6 elemem van. Igen, poénból mindig elemvéknek hívtuk, mert szedi az elemeket. Így né. Ezeket sem tudom, minek gyűjtöm, mindegyik megvan. Egyszer kimondottan ezekért indítottam el még egy végigjátszást. Na, menjünk föntebb. Ennyi. Egy kell gyorsan leérni halál nélkül. De nem tudom, hogy jól tettem-e. Igazából nem nagyon emlékszem rá, hogy mit kell csinálni, de jó. Ne! Hát jó, gyerekek, bocsi a bénázásért. Elég régen nem játszottam ezzel se meg. Nagyon mostában csak ezt a Rocket League-et nyomom. Meg terráriázok. Semmi más. Egyni. Meg vakegér vagyok, mivel még reggel van. Ó, klassz. Ez még jó fog jönni. Még valami? Esetleg? Aha, megvagy. Meg közben elkezdtem gondolkozni, mi is lesz akkor, amikor majd befejezem ezt a végigjátszást, ugyanis nekem megvan az LMVL American Nightmare is, tehát ami ennek lényegében a, hát, folytatásának mondanám. Hoppá. Ojaj. Kisebb lapátod nem volt? Egy tár kellett bele, de megvagy. Na. Ott benn van a puska, hogy megyek be? Huhu. Ah, így. Ez is jó puska. Bár szerintem éppen ezzel voltam az előbb is, na mindegy. És itt van egy trükk, itt föl kell menni, mert itt is van valami hátul. Már nem tudom, mi jövök be, érte, de felszedem. És akkor itt lehet visszamászni. Érdekes, hogy ennek is olyan erősen elem, vagy mi, Max Payne szaga van, ugyanis ott is folyton így voltak eldugva a cuccok. Jó, ott nem kellett gyűjtögetni. Ezt azért tegyük hozzá, hogy az erősen más játék volt. De, hogyha fegyver meg egyéb kellett, mindig volt egy-két ilyen rejtett hely. Ami kimondotta így gondolkoztatja az embert, hogy oda be tudok menni? Ha bemegyek, akkor mit találok? Lőszer is elemek. Kelleni fog. Elméletileg arra kell felmenni, úgyhogy eljövünk emelre is.
Igen, majd megint lesz egy olyan rész, ahol csak menekülni lehet, mert folyamatosan spawnolnak az ellenfelek. Nem. Ajaj. Bocsi. Ennek a játéknak is az a titka, hogy nem szabad meghátrálni. Tehát én is inkább oda rohanok az ellenfélhez, mert úgy nagyobb esélyem van, mint körbe-körbe futkosni. Hát igen, ez szar lenne. Ó, az kell. Egyszer poénból úgy vittem végig, hogy semmi más fegyvert nem használtam, csak a revolvert és a lámpát. Tehát nem voltak ezek az eldobható cuccok is. Ups. Na itt jön majd mindjárt fő boss. Ez aranyos lesz. Azt hittem fegyver. Hát igen. Van egy finom érzete ennek is. Na itt viszont kergetőzni kell. Könyörgöm, töltsd. Ennyi. Ennyi. Ennyi gyorsan meg is van töltve. És kész a boss. Mehetünk tovább. Azért nézelődök körbe, hát ha véletlenül találok megint egy olyan ammó cuccot. Mert tudjátok, az ilyen aranysárgán van jelölve. Nem félek emiatt lemenni az útról se. Mondjuk itt pont nincsen semmi. Igen, erre fogunk menni. Erről meg jöttünk, ugye? Mehetünk. Ja igen, rengetegen kérdeztétek, mi a kedvenc zeném. Hát pont ez az LMV-hez kapcsolódik. What's of the Fall-tól a War, ami ennek a zenéje. És ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe, mert tényleg nagyon jó. Hitchcock feeling. Most megyünk vissza megmenteni a srácot. A kis haverunkat. De ahogy az előzőben is láthattuk, nem jártunk túl nagy sikerre az emberrablókkal. Kvázi nem ők voltak azok, akik elvitték a lányt. Várjunk, emelre kell jönni amúgy is. Tök jó. Annyira jó kidolgozott játék ez. Ez is kell. Igen, nekünk majd kelleni fog ez a kocsi. Haza tudjuk menni. Vajon hol lehet a kulcsa? Vegyünk a nőibe. Itt szóltok. És igen, minden női WC-be van lőszer. Azért kíváncsi lennék egy statisztikára, hogy melyik WC-be mennek be először az emberek egy ilyen játék során. A nőibe vagy a férfibe? Gyere csak ki!
Max Payne hangja van ennek is. Meg is van. És megint itt van egy tévé. Nagyon érdemes ezeket végignézni, mert a történetre adnak rátekintést. Most nem fogom megmutatni, viszont ajánlom mindenkinek ezt a játékot, nem túl drága. Beszarás, hogy hova tudtok elbújni. Mondjuk ez a női WC-ben meglepőbb lett volna, szerintem. Na, mit csinálsz? Na, igen, itt már lehet vezetni. Hogy is mondjam csak, elég fura a vezetése, tehát kimondottan kontrollerre íródott ez is. Nem vagyok köcsök, csak... Szia! Igen, itt miközben elmagyarázza, hogy mit hogyan kell, de én már rájöttem. Jó, hogy te még rezonálsz. Na most már nem. Szia! És akkor lehet váltani kocsit is. Hát a fékezés az nagyon gáz. Szerintem erre kéne menni. De én ilyet is tudok. Gyertek csak közelebb. Nem, majd én megyek oda, mi? Na jó, megyek én. Hol az űrge? Ja, amúgy vigyázzatok, mert rohadtul ki tudnak szedni. És ott még volt egy. Hú! Most tudtam, hogy ezzel így lehet farolni. Szia! Pápa! Szeva! Toj-toj körül kell nektek mindig legyeskedni? Ja, mondjuk a kocsi tönkre mehet. Az enyém is már alattó kis tör. Mindegy, már bármi van, akkor csak... Kiszállok, azt megyek tovább, úgy szoktam. Na most hagyom őket, menjünk. Ez túlélte, gyerekek. Igen, és akkor azt hiszem, erre kell jönni. De úgy rémlene. De hát minden sokan vannak, tehát is spawnolnak, nyugodtan lehet körbe-körbe járni, hogy valakinek tetszik. Igen, erre. Na, annyira nézem fenn a térképet, hogy bénázok, hát ez hihetetlen. Annak hülye hangja volt, bármi is volt az.
És igen, valamelyik gyökére látta az utat, úgyhogy... Ja, elve kell kiszámolni, nem fel, túl sok GTA. Hoppá. Igen, ezek már támadó jellegűek. A kéziratért mehetünk. Jelzőpisztoly. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Hát igen, nekem is az egyik legjobb elképzelés, de ez nem úgy megy. Hát jó. Egyszerűbb, mint kilövöldözni őket. Hát jó. Akkor ti is ebből kaptok. Bocsi! Mondtam, hogy bocsi. Csak három töltény volt hozzá, de megérte. Nagyon látványos volt. Na. Ezekben szerintem már jártam. Na, lehet egyszerűen benne csak hazamenni, mert ezekben tényleg jártam már. Telefon. Ez volt. Jajaj. Az a poén, hogy nincs is emberlabdó, tehát nem ők voltak. Mindig van egy ilyen gyökér, úgymond, aki hasznot akar húzni mások bajából. Bár azon se lennék meglepődve, az illető, ez a... Az ember rabló, ez hogy hívjákos lenne, tehát nem pont az az ember, akinek mutatja magát. Lehet, hogy a boszorkánynak dolgozik. Bár mondjuk nem hinném, hogy túl jó fizetést kaphatna. Úgyhogy szerintem ez is hülyeség. Csak egyszerűen egy emberke, aki szereti a sok pénzt. Hát igen, van bőven. De még benézek gyorsan, hát ha van valami jó cucc. Hoppá, flergán. Ezt megtöltjük. De elég ez. Na gyertek, köcsögök. Ami meg a hangja is nagyon jó pofa ennek a Barrynek, ugyanis Max Payne 2-ben volt Vinnie Garnetti hangja, meg az 1-ben is, azt hiszem. Anyátok! Jó, szórakoztak velem? Jön még egy adag. Győzd le a madarakat. Kicsit sokan vannak ahhoz szerintem. Az a baj, hogy ez a kis vacakkal nem sokat lehet tenni. Na gyertek egy kupacban.
Surprise! Még van egy-kettő hátul. Ó, jaj. Ebből még sérültem is. Ennyi. Ó, oh, oda nézzenek, van itt valami. Néhát még bemegyek Barryhez, ezt megnézem. Klassz, achievement! Ó, oh, de most komolyan? Ezt hagytam el, ezt az egyet hagytam el. Az előző gameplay, vagy mi az előző régi játszásban? Na. Eljöttem miatt még elmondja a monológiát. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. Jaj, hát... Ez milyen már, de komolyan, ha egy írónak folyton azt mondják, hogy gyerünk, csináld, akkor nem fog jót alkotni. Ez pont olyan, mint amikor most van ugyebár ez a trónok harca cucc. A csávon még mesírta az utolsó könyveket. Tehát ahol most tart a sorozat, az utolsó részek, na ott tart ő is, tehát ennyit. Most hiába mondja mindenki neki, hogy üljél le, írjál, úgyse fog. Ha eddig nem bírta befejezni, most se fogja. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Waite's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Waite come get them? I live in the trailer park outside. Oh, yay. We'll be there in less than an hour. See you soon. Nem tűnt fel neki, hogy kicsit fásult volt a hangja? Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Ijesztő. Rohadtul ijesztő. És jön a következő fejezet. Bocsi, rágyorsítok, mert a zene miatt. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all. De kicsit hasonlít tényleg Vinnie-re. Vinnie-re is. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent. Oh, jaj. FBI. He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Ezt hiszem nem nagyon vágom, hogy az FBI miért van itt. Valószínűleg az eltűnés miatt. Már az emberrablásban ők szoktak nyomozni. Főleg, hogyha több is történt már az környéken. Nem lehetne elindulni, öcsi? Menjél már! Ő foglak rúgni, menjél! Igen, mindig van benne egy ilyen rész. Nem mondod. Azért itt is látszik, hogy rohadtul kontroller lenne ez, mert itt billentyűzeten egéren nem lehet lassan menni. Nyomom az erre a kontrollt is csak úgy, sehogy máshogy. Mert gombával könnyebb lenne. Mi van? Tegnap az análparti kicsit erős volt. Ne aggódj, majd kinövöd. Majd meggyógyul. Owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him. Hoppá, Thomas Zane. Ismét említ vele. But I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Igen, átlagos dolog egy hajóroncs a tengertől ilyen távol. But the volcano under the lake erupted in 1970. Ó, mi a menü? Van hot dog, chili dog, corn dog, taco. Saláta? Ki az az állat, aki salátát eszik egy ilyen helyen? Megyek már. De milyen furcsa ez is, hogy ilyen helyeken laknak.
Ilyen pici ilyen kabinszerűségekben, annyira fura. Köszöcsém. Azt hittem valami felvehető, de nem, csak egy üvegsör. Vagy doboz, vagy minek mondják ezt. Jaj, gyertek már! I asked around, and she's that crazy bag lady you met. Azt te hol jöttél át? Ma ott vártalak. Hol jött ez át? Ja, ott is van egy kapu. Na mindegy. Nem baj, gyorsítsa meg az utat. Kicsi kocsi! Ha lesz nálam fegyver, szép lövöm. Itt van Rose. De miért kell követni Ralphot? Itt vagyok. Ki van írva a neve a csajnak? Kicsit el van rohadva a virág, ott a gumicsizma. Igazi vidéki. Oh dear, Mr. Wake, I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript. És senkinek nem tűnt fel, hogy ködös a feje. Mármint fekete köd volt az előtt. Please come in. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry, she doesn't have anything. Yeah. Hey, Al. Oh, yoy. Barry. Hát igen, ájulni tudni kell. Nem, vagy inkább maga mellett a cuccra. Piapó a kanapéra. Ez meg a földre. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Barbarám testébe. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Oh, jaj. Az, amit a tévében most láttunk, az nem Ellen volt. Ha véletlenül egyszer majd valamikor belekezdek az American Nightmare-be, vagy ti, akik úgyis játszotok vele, tudni fogjátok, hogy ki ő pontosan. Mert ugye az American Nightmare-be pont erről van szó. És megint jön a videó. Szerintem túlságosan is megszállott volt a csaj. Itt vannak a könyvek, itt vannak a képek, mi gyertyát is gyújtott, öcsém. Ilyen elefántom van, csak kicsiben. Na. Barry érdekesen alszik, hagyjuk aludni. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. My gun and flashlight were gone. I had to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Tehát vissza az autóhoz. Oké. Ezzel nem újjék. Na most erre megyek. Ez olyan surprise, mert most tényleg nincs nálam semmi. Ó, rádió. Ezeket is lehet gyűjteni. Ez is érdekes munka lehet, éjszaka fennmaradni és beszélni folyamatosan. Ó, de várjatok, mi is ezt csináljuk, gameplay. És mindig ezt se szoktuk. Ez kivételes, hogy én most reggel állok neki. Ó, jaj. Megjött az FBI. FBI-jatok le. De azért tipikus, ez ilyen klisé, hogy az FBI ügynökök csak így random elkezdenek lőni valakire.
Úgyhogy nem csinált semmi rosszat lényegében. Csoda, hogy nem lőttek le, öcsém. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Ne húzzunk innen. Igen, nem nyomom folyamatosan, mert mindjárt elfárad. Nekem még majd ide kelleni fog erő. De nagyon kedvelnek, azt a rohadt. Nem mondod? De nem. Ó, és szépen kikerülgetjük. Itt csak főleg az a lényeg, hogy ne menjünk a fénybe. Úgy tartalékoljunk az erővel, hogy pont akkor pihenhetünk csak, amikor árnyékba vagyunk. Tehát amikor nem közvetlenül ránk világítanak. Nem tudom ki, hogy van vele, de én szívesen élnék ilyen környéken. Ilyen hülye rendőrök nélkül. Lehet, hogy amikor kimennék az udvarra, akkor folyton ez jutna eszembe ez a játék. Hoppá! Vigyelendőr! Mi a fene folyik ott, hát szerintetek? Checkpoint. De most komolyan, annyira hülyén vannak megírva ezek az FBI ügynökök. Csak egy random rám támadnak. Egy emberrablót nem így kergetnének szerintem, hogy közvetlenül ránőnek. És igen, pont akkor épp ki, amikor megérkezek. Circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Most komolyan azt hiszik, hogy én csinálom, Ellen? Mindezt az egészet? Hát ezek hülyék. Checkpoint. Elég gyorsan dobálja a checkpointokat, úgyhogy nem szokott gond lenni. Nem! Hagyjál bőtön. Alright. Ez nagyon szar ügy. Uff! De csak nekem ne jöjjenek ezek a buta madarak most már. Na, elértem a tornyot.
Vagyis van? Nagyítás. Hát nem folyamatos a zoom, de legalább jól néz ki. Hát igen. Na. Na nézzük, hova kell mennem. Hoppáska. És kihinné, ja, oda megyünk. Mondjuk sokkal jobb lenne, ha lenne fegyverem is. Menekülj a rendőrök elől. Hát jó, akkor menjünk tovább. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Mondtam, hogy oda menjünk. Spoiler, ne szereked. Give me directions to the coal mine. Hát, megkaptam. Unnatural shadows clung to the building. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. There was no power to the searchlight. Ojjaj, akkor meg kell keresni az aggregátort. Á, meg is jött. Generátor ide vagy, oda menni. Á, milyen zajos egy ilyen basztus, és mennyit fogyaszt? Szörnyű. Ennyi. Pusztítsd el a kaput. És már ki is égett a cucc. Természetesen. Na nézzünk csak körbe. Nézzenek oda, mit találtam. Egy nagyobb zseblámpa. Elem nincs hozzá, úgyhogy... ez sokáig fog itt tartani. Ja, de 5 darab elemem van hozzá alapból, az jó. Fénygránátok, hoppá! Ennek még majd nagy hasznát fogom venni mindjárt. Ez lesz az a rész, amikor szaladnunk kell. Amúgy poén, mert a Steamen van ugyebár ez a kártyákból összegyűjthető ilyen teljesítmények, ilyen kis kitűzőcskék, és az egyik pont ez. De ne üljetek meg, most robbant volna! Ez mi? Hát csessze meg! Nyárok. Ez durci lesz. Belenéztem. És... fény. Szóval most már elemem is, ez az. Checkpoint. És most kell... valahogy úgy emlékszem, hogy itt is van egy olyan sárga jelzéses. Mindegy végül is. Nem szedem össze az összeset azért. Nem 100%-ig végigjátszásra megyünk, csak... hogy a picskuba éltett túl.
Muszáj volt még egyet dobni. Hallom. Hú, elmehetnénk már a bányákhoz. Ez marha jó az a rész. Ezt nagyon szeretem. Oda nézzenek. Az a baj, engem is megvakít. Itt kell felmenni. Azért hátrafordulok néha. Na, nyisd ki. Meglepetés. Fákjaim is vannak most már. Na, 11 elem, 5 robbanó, 2 fákja. Ezzel most már tudok odáig érni. Bőven. Amúgy ez Nightmare fokozaton se sokkal nehezebb, csak annyi, hogy ott nem három ütésből halsz meg, hanem kettőből vagy egyből. Attól függ, mi üt meg. Nem szabad belenézni. Ugye a legtöbb horror imádó, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát nagyon sok ember úgy áll az ilyen horror játékokhoz, hogy nem akarja elveszíteni a kezéből, úgymond az irányítást, tehát mindenképpen kell, hogy komfortérzete legyen, legyen nála fegyver, vagy ilyesmi. Ebben a játékban van is, meg nincs is, tehát legtöbbször le tudod győzni az ellenfeleket, de például van benne ilyen rész is, amit most láttatok, hogy nincs nálad semmi. Nagyon sok embernek ez borzolja az idegét, mondjuk nekem nem, azt nem szoroz. Meg lehet tanulni ezzel is úgy játszani, hogy ne féljen az ember. Várjunk, nincs valami jó cuccod? Na persze, sehova nem lehet még bemenni. Hát ja, én sétáltam be, de be is engedsz? Kösz. Hali. Az tök jó, hogy bemondtad, hogy ott van. Bemondta a rádióból, hogy ott van ellenvék. Hát persze, hogy az FBI is jön. Hát igen. Most mondom azt, hogy majd figyeljetek erre, mert az FBI ez nem véletlenül hülye. Most végig gondoltam. Van ugyebár ennek az ellenvéknek két kis DLC-je, két kicsi rész, amiben az egyikben pont hogy leleplezik, hogy miért ilyen sekhülyék a rendőrök. Pontosabb az FBI. Már azért nem a rendőrökről van szó. A csaj az jó. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Ah, itt van valami. Ez az. De már csak két fénygránátom van, viszont nincsen fegyverem. Uhu. Ó, de imádlak titeket. Egyszer sikerült ezt úgy megcsinálnom, hogy utolsó tudtak érni. Megvan, fegyver, lőszer.
Hozzám beszélsz, köcsök. Ne menekülj. Egyszer nem bírnak. Na. Na jó, húzzunk. Azt hittem mutat valami jelet. Gyere, kocsog! Francba, elfelejtettem felrogni. Szeva. Ennél is ott van az, hogyha gyorsan nyomogatod az újratöltés gombot, R, akkor gyorsabban tölt. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been looking for someone like me to use. A revolver. Van még valami? Ja igen, ezek csak ideiglenesen kapcsolnak be, ez érdemes gyorsan mozogni mellettük. Hoppá, fényben áthatsz nekik, nem mondod? Sokkal jobban hangzik ám angolul. Csak ugye a végigjátszás miatt felraktam a magyart. A magyar feliratot. A magyart. Fú, arra viszont emlékszem, hogy itt be fognak keríteni. Sörétes, jó. Hát igen, rátok fogom elszórni. Csá, nagy jó. Nagy csávóka. Nézd szint. Kifelé. Ennyi. Ha nézd, nem itt áll benn mellettem. Addig már. Még van még? Ó, volt egy fénygránátom is. Nem mindegy. Hogyha ide bejövök mögé, és felkapcsolom a lámpát, akkor aki besétál, az azonnal robban. Tehát, az se lett volna kutya. Hallom. Gyertek. Van még 17 töltényem. Bőven elég. Nézd csak ki. És szerintem itt most befejezem a gameplayt, hamarosan folytatom ezzel a vonatos résszel, hogy mit fogok itt majd a sineknél csinálni, azt, aki már végigjátszotta, azt tudja, aki nem, az meg hamarosan láthatja a következő videót. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!